Pont a múlt héten kapargattam a polcomon, megtaláltam az ítéletet. Rányomtott, hogy én vastag beteg, hogy bűnös. Az, hogy bűnös, nem az, hogy ez egy hülyeséget írt, nem az, hogy ez egy bűnös. Ez a legelső ilyen büntető eljárás, ami védőként részt vettem, az egy publicisztika miatt indult. Az egyik újságíró egy közismert csalóról, akit Bécsből hoztak vissza, éppen szökésben volt, azt írta, hogy gazember. És ugye a bíróság szerint a gazember szó önmagában annyira becsületsértő kijelentés, hogy itt a valóság bizonyításának nincsen helye, és ezért el is ítélték mind a három lehetséges fokon a újságírót. A politikai vitakultúránk az nagyon elcsúszott, és azonnal a büntetőeljárás eszközéhez nyúlnak a politikusok, hogyha őket sérelem vagy valamilyen kritika éri. Eljárás indult újságíró ellen, történész, szociológus, zenész ellen. Az elején vicces volt. Meglepően szar érzés volt a dolog, amikor az egész dolog az oda fejlődött, hogy akkor a bíróság elé kellett állni. A fenyegetettség, annak az elvi lehetősége, hogy büntetési következménye lehet egy rosszul megformált mondatnak olyan szinten zárja le vitákat, ami nem vezet eredményhez, sőt, ahhoz a diszfunkciós következményhez vezet, hogy nem tudunk meg semmit. Nagyon sok konferencia meg elemzés született már a médiatörvényre, az új médiatörvényre, hogy mennyire korlátozza a sajtószabadságot. Nem ez korlátozza a sajtószabadságot, a korábban meglévő és a most meglévő polgári és büntetőjogi jogszabályok korlátozzák, és úgyhogy bárki, bármikor bíróság elé fordulhat, hogyha úgy gondolja. És már önmagában egy bírósági eljárás is nagyon nagy teher, főleg, hogyha valaki személyében érintett. Ez a bizonyos öncenzúrának, vagy chilling effektnek, vagy bárminek nevezett dolog, ez ugye egy pszichológiai folyamat, egy egyszerű lélektani gátlás. Minden abba az irányba hat egyébként, hogy az újságírók ilyen esetekben keressék a könnyebb utat. A könnyebb út pedig az, hogy nem vállalni konfliktust. Csak hát onnantól kezdve ugye az újságírásnak az egyik lényegi funkciója esik ki. Minden magyar állampolgár érezheti, hogy veszélyeztetve van egy-egy ilyen konkrét ügyben, ahol a rágalmazás tényállásával a hatóságok visszaélnek, mert csorbítani akarják a szólásszabadságot, és én, mint állampolgár nem jutok hozzá sem ahhoz, hogy megszólaljak, sem ahhoz, hogy meghallgassam a kritikákat a hatalom működésénél. Nagyon sok olyan notórius pereskedővel találkoztam már, akinek fogalma sem volt, hogy mit akar. Csak az volt a lényeg, hogy az újságíró a bíróság előtt ott álljon vádlottként, és ilyen 4-5 évig elhúzódó perekkel is találkoztam már így. Ez egyébként magánvádas eljárás közvádassá minősül, hogyha hivatalos személy sérelmére követik el a bűncselekményt. A vádat az ügyész képviseli. Amint a vádat átveszi az ügyész, ezeknek a személyeknek tulajdonképpen nincsen semmi dolguk. A büntetőeljárás zajlik a maga ütemében, az ügyész képviseli a vádat, a rendőrség nyomoz, és mindezt közpénzen történik. Hivatalos személy mindenki, aki országgyűlési képviselő, tehát politikus, és közhatalom gyakorló. Ezzel szemben a magánvádas, magánszemélyek esetében az eljárást nekik kell indítani, és végig az eljárás során nekik kell képviselni a vádat. Ez nagy különbség. Miközben törvénymódosításokat eszközölnek azért, hogy az előzetes letartóztatást meghosszabbítsák, mert az bíróságok meg az ügyészségek le vannak terhelve, közben erre meg van kapacitás, van energia, van pénz. Az egész jogintézményt úgy, ahogy van, el kellene törölni. Még a nemzetközi trend a dekriminalizáció, addig Magyarországon ezeket a jogszabályokat megszigorították. Az Európai Emberi Jogi Bíróságnak nagyon letisztult és határozott álláspontja van, gyakorlata van azzal kapcsolatban, hogy kritika és vélemény kapcsán a büntetőjogi fellépés ultima ratio, tehát a legutolsó jogi eszköz lehet. Abban az esetben, hogyha a jogrendszerben rendelkezésre állnak egyéb jogi lehetőségek, mint például a polgári jog eszköze, sajtóhelyreigazítás, személyiségjogi perek, akkor ezeket kell elsősorban alkalmazni. A strasbourgi bíróságnak a jogfelfogása, amelyik azt mondja, hogyha az írás egésze
közérdeket szolgál, méltányolható alapossággal íródott. Ott egy téves állítás az nem feltétlenül alapozhatja meg a büntetőjogi elmarasztalást. Rágalmazás és becsületsértés esetén szabadságvesztést kiszabható. Ezt mindenképpen módosítani kéne, és el kéne törölni. És az eljárás jogi szabályt is módosítani kell. Hivatali személyek semmilyen formában nem kaphatnak extra többletvédelmet az államtól. Vannak ugye működő, viszonylag jól működő polgári demokráciák a világban, és ugye azt kell nézni. Általában nyugatra kell nézni, nem keletre. Ennyi a megoldás. Tehát így az ember áll, hogy szembe észak, akkor balra kell fordulni, és ugye azt kéne látni, hogy ezt ott hogy csinálják, mert a másik oldalra nincs sok értelme.